Üdvözöllek! Ebben a videóban azt szeretném megmutatni, hogy hogyan tudod nagyon egyszerűen közzétenni az előzetesen elkészített online videóidat, szövegeidet, játékokat tanítványaid vagy éppen kollégáid számára. Ehhez szükséged lesz a Google azonosítódra, illetve a Simbaloo nevű programra. A programra való beregisztrálás nagyon egyszerű. Javaslom, hogy az elsőt válasz ki, az nem fizetős, és utána pedig a Google azonosítóddal a megfelelő fiókra kattintva be tudsz lépni a felületre. Ennyire egyszerű volt a regisztrálás. A oldalunkon falak, úgynevezett falakat látunk, különböző fülecskékről érhetőek el. Nekem van már egy sajátom, amire már be is állítottam egy hátteret. A következőkben létrehozunk egy újat. A plusz jelre kattintva fölajánlja az új WebMix oldalnak a létrehozását, ezt most természetismeret 6-nak fogom elnevezni. Ahogy hozzátok, meg is jelent egy fekete háttérben, sok kis csempével, a csempékkel fogjuk ráilleszteni a különböző programjainknak az indító ikonjait. Hát azért, hogy egy picit jobban illeszkedjen a tartalomhoz, ezért én most átváltoztatom a hátteret, kiválasztok egy másikat, például egy ilyen búzásat, ez pont illeni fog a témánkhoz. Már előzetesen létrehoztam tehát online dokumentumokat, és ezeknek a linkjét kell ide beillesztenem. Nagyon egyszerű a művelet, rákattintasz arra a csempére, amire szeretnéd megjeleníteni. A bal oldalt megjelenő oszlopban az első lehetőségre kattintva, a Create-re kattintva, ide fogjuk beilleszteni majd a linkjét. Visszalépek arra az első oldalra, amit szeretnék beilleszteni. Itt ez egy Google dokumentum, pontosítok, egy táblázat volt. Előzetesen már létrehoztam a megosztható linket szerkesztésre. Azért szerkesztésre, mert a gyerekek ebben jelölik majd a tanulási tevékenységüket. Kész vagyok, akár be is csukhatom ezt az oldalt. Következő lépés, visszalépek a Simbaloo-ra, a megnyitott csempére, beillesztem a linket, adhatok neki egy címet, például az, hogy táblázat, tanulási táblázat, föl is ajánlja egyébként, érdemes a szövege alatti show text felirat opciót választani, mert akkor ki rá fogja írni, de választhatunk felajánl ikont is, ha fölismeri a típusát, akkor hasonló típust ajánl föl. Kész vagyok, kész az első. A következő csempére egy padletet fogok felinkelni. Itt, mivel úgy állítottam be, hogy a gyerekek tudják szerkeszteni, elég, hogyha a linkjét, illetve pontosítok az URL-jét, be fogom másolni. Ugyanúgy járok el, beillesztem Ctrl-V billentyűzet segítségével, ide be is írhatom, hogy közös padlet mondjuk. Rakok közé egy kötőjelet, szeretném, hogy látszódjon, és itt nem ajánl föl képecskét, viszont tudok választani az ikonkészletből bármilyen elemet. Jó lesz nekem most ez az első, meg közösen dolgozunk. Remélem, hogy sikerül is. Jó, meglátjuk mindjárt, és elmentjük. Jó, sikerült. Hát kétszer kattintottam, sikerült kétszer is letenni, de nem probléma. Jobb egérgombbal rákattintva le is töröltem a felesleges csempét. A következő legyen mondjuk egy Learning Apps-os feladat. Itt a teljes képernyős linket fogom átmásolni, de választhatnám azt weblinket is. Abban az esetben kisebb képernyőn fog megjelenni, és a következő csempére a már bemutatott módon beillesztem. Adhatok neki egy nevet is, legyen játék,
jelenjen meg a szöveg is, hogy jobban tudják azonosítani a gyerekek. Akár föl is tölthetnék képet is, hogyha van képem, de ki is választhatok egy ikont. És már el is készült. Az utolsó lépés, hogyha kitöltöttük az összes csempét, természetesen nem kell kitölteni, csak annyit, amennyire szükségünk van. A következő lépés az, hogy megosztjuk. A megosztás gombra kattintva választhatjuk azt, hogy publikus legyen, tehát bárki láthassa, ott megtalálhassa a galériába, vagy pedig privát legyen. Most megosztom. És itt az a link, amit meg kell adnunk a tanulóinknak. Viszonylag könnyen megjegyezhető, hogyha olyan falnevet adtunk, ami takarja a témánkat. Akár el is küldhetjük, vagy pedig be magát a kódot egy másik oldalra belinkelhetjük, de most erre nincs szükségünk. Egészen egyszerűen csak ezt közé tesszük, odaadjuk a gyerekeknek. Nézzük meg ha most innen kilépek, befejeztem a tevékenységet, ki is lépek az egészből, becsukom a színballot, és most megnézzük, hogy hogy működik. Már be is töltődött, csak ez az egy fal látszik, amit most megosztottunk, többre nincs is szükségünk. Nézzük a különböző elemeket, hogy működik-e, tanulási táblázattal kezdem, picit várni kell, míg betöltődik teljesen, és akkor be tudom írni, mondjuk én vagyok most a harmadik gyerek, amely abban a pillanatban, hogy betöltődött, már be is tudom írni a jelölést, hogy kész vagyok a feladattal, vagyis egy egyes számot fogok mindjárt beírni. Betöltődött, beírom, ütöm az Enter-t, és azonnal betöltődik. Ha itt a fönti nyilacskára kattintunk, akkor teljes méretre kinyílik az ablak, még mindig tölt, reméljük, hogy gyorsabb lesz az internet máshol. Megtörtént. Jó, ha kiixelem, akkor az adott feladattal végeztem. A következő feladatra kattintunk. Itt is meg lehet azt csinálni, hogy teljes méretre kimegyünk, illetve kinyitja, egy külön fülön kinyitja az adott programot, és akár ott is dolgozhat. De természetesen magán a programon belül is lehet dolgozni. Itt most ezt szintén kiékszelem, mert végeztem. Megnézzük, hogy működik-e a játék. Azonnal betöltődik az is. Ha jól állítottam be, igen, teljes méretben. Tehát működik a program. Egy nagyon jó kis alkalmazás. Egy viszonylag egyszerű használni. Sok mindenre lehet használni. Jó munkát kívánok, és köszönöm a figyelmet.